Volt egyszer egy király, s ennek egy leánya. Olyan szép volt a király kisasszony, hogy sehol sem volt mása, de olyan gőgös is, olyan elbizakodott, hogy minden kérőjében talált valami kivetnivalót. Egymás után kosarazta ki kérőit, de nem érte be ennyivel, még ki is gúnyolta őket. A király egyszer nagy ünnepséget rendezett, birodalmából, meg messzi országokból meghívott minden ifjút, aki leányának kezére pályázott. Rend és rang szerint vonultak fel az ifjak, előbb a királyfiak, hercegek, grófok, bárók, aztán a nemes emberek. Ellépdelt a király kisasszony a kérők sora előtt, szemügyre vette őket, de egyikünk mellett sem ment el gúnyos szó nélkül. Ezt kövérnek találta. Boros hordóhoz nem megyek, mondta. Az túlságosan magasnak. Égi meszelőse lesz a párom, kiáltotta. A harmadik alacsony volt hozzá, hiszen ez elfér a zsebemben. A negyediknek a sápadtarca nem tetszett. Olyan fehér, mint a halott. Az ötödik meg túlságosan piros volt. Kakastarék képű. A hatodikat görbének találta. Egyenesre kellene kalapálni, gúnyolódott. Senki sem tetszett neki. Legelől a sorban egy derék királyfi állott, akinek egy kissé görbe és hegyes volt az álla. Őt kacagta ki a legcsúfosabban a király kisasszony. Nézzétek csak, kiáltotta nevetve, hiszen ennek olyan az álla, mint a rigócsőre. El is nevezte nyomban a királyfit rigócsőr királyfinak. Az öreg király, látva, hogy a leánya hogyan gúnyolja ki a sok derék ifjút és kosarasz ki mindenkit, haragra lobbant, s ráparancsolta lányára, hogy a legelső koldushoz, aki arra vetődik, feleségül kell mennie. Néhány nap múlva egy énekes koldus állt meg az ablak alatt, alamizsnát kért. A király, amikor meghallotta énekét, leküldte a szolgáit. Vezessétek elém azt a koldust! Belépett a koldus piszkos, rongyos gúnyájában, énekelt a királynak meg a leányának, s amikor énekét befejezte, szerény adomány értesedezett. A király azt mondta neki, olyan szépen énekeltél, hogy jutalmul, feleségül adom hozzád a leányomat. Megijedt a király kisasszony, de a király kérlelhetetlen volt. Megfogadtam, mondta, hogy feleségül adlak a legelső koldushoz, aki a palotámba vetődik, és állom szavamat. Hiába való volt minden rimánkodása. Papot hívtak, s az nyomban összeadta a király kisasszonyt, meg az énekes koldust. Az esküvő után azt mondta a király, nem illő, hogy egy koldus felesége királyi palotában lakjék, eredj az urat hajlékába. Kézen fogta a koldus a feleségét, úgy vezette ki a palotából. Bizony, gyalog járt most a király kisasszony. Útjukban egy nagy erdőhöz értek. Megszólalt a király kisasszony. De szép erdő, ugyan kié? Ez a rigócsőr királyfié. Felesége lettél volna, ez az erdő tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Tovább mentek. Nem sokára egy nagy réd szélére értek. Megszólalt a király kisasszony a koldús felesége. De szép rét ez, vajon kié? Hát rigócsőr királyfié, ki nem kosaraztad volna, ez a rét is tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Folytatták útjukat, nagy városba értek. Megszólalt itt megint a király kisasszony. De szép város, ugyan kié? Hát rigócsőr királyfié, felesége lettél volna, ez a város tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Nincs ez rendjén, mondta végül a koldus, hogy te folyton más férj után áhítozol. Velem talán be se éred? Tovább mentek, végre egy egészen kis ház elé értek. Megszólalt a király kisasszony a koldus felesége. Kidőlt, bedőlt, ütött, kopott. Hát itt vajon ki lakhatott? Ez bizony az én házam, és mostantól fogva a tiéd is, felelte a koldus. Ebben lakunk ezen túl. Nagyot kellett hajolnia a király kisasszonynak, hogy az ajtón beférjen. Hát a szolgák hol vannak? Kérdezte.
Szolgák? Nevetett a koldus. Itt bizony magadnak kell elvégezned mindent. Rak tüzet, szaporán, forralj vizet, főz nekem vacsorát, mert éhes vagyok. Nem értett a királylány sem a tűzrakáshoz, sem a főzéshez, hogy is értett volna. A koldusnak magának kellett munkához látnia. Elköltötték az inséges vacsorát, aztán nyugovóra tértek. Másnap a koldus már kora hajnalban felkeltette a feleségét, s ráparancsolt, hogy végezzen el minden munkát a ház körül. Így éltek szűkösen néhány napig, amíg csak ki nem fogytak mindenükből. Akkor azt mondta az ura. Nem megy ez így tovább, kedves feleségem. Kosarat fogsz fonni ezentúl, mert levegőből nem élünk meg. Kiment az erdőre, fűzfa veszőt vágott, és hazavitte az asszonynak. Az kénytelen, kelletlen munkához látott, hanem a hegyes vesszők, alig hogy hozzájuk nyúlt, felsebezték kényes kezét. Na, látom, ezzel nem sokra mégy, mondta a koldus. Fonj inkább, talán ahhoz jobban értesz. Leült a király kisasszony a rokka mellé, de a durva fonal elvágta gyenge ujjait, nyomban kisergett a vére. No lám, mondta a férje, nem értesz te semmiféle munkához. Rosszul jártam veled. Mást kell megpróbálnom. Csuporral, bögrével fogunk kereskedni. Te majd kiülsz a piacra, és kínálgatod a portékát. Jaj nekem, kesergett magában a király kisasszony, ha arra vetődnek apám alattvalói, s meglátják, hogy csuprot árulok a piacon. Csúful kinevetnek. De hiába síránkozott, engedelmeskednie kellett, ha nem akart éhen halni. Jól indult a vásár, sok edényt eladott mindjárt. Az emberek szívesen vásárolták a szép asszonytól, nem is alkudoztak. Olyanok is akadtak, akik kifizették a csupor árát, de a portékát otthagyták. Amikor a piacon szerzett pénz elfogyott, a koldús megint átadott az asszonynak egy halom edényt, s kiküldte a piacra. Ott üldögélt a király kisasszony a piac tér sarkán, kínálgatta a portékáját. Egyszer csak ott termett egy pityókos huszár, lovával az edények közé tipratott, s ezer darabra törte, zúzta a sok cserépedényt. Sírva fakadt a király kisasszony, azt sem tudta, mihez fogjon ilyettében. Ó, Istenem, mi lesz velem, sopánkodott, mit szól az uram, ha megtudja? Hazaszaladt, és elpanaszolta, hogy járt. Törékeny holmit nem is a piac szélén kell kirakni, korholta a férje. Látom, nem vagy való semmiféle tisztességes munkára. Na de ne sírj! Jártam a királyi palotában, s megkérdeztem, nincs-e szükségük konyhalányra. Azt ígérték, felfogadnak. Ételt kapsz ott, az lesz a fizetséged. Beállott hát a király kisasszony a király szakácsa mellé. Reggeltől estig dolgozott, nem volt megállása. Két zsebébe két kis csukrot tett, abban vitte haza a konyháról az ételmaradékot. Így tengették életüket. Egy napon hírül vették, hogy a király legidősebbik fia alakodalmát tartja. Fellopakodott a szegény király kisasszony a palotába, a nagy terem ajtaja mögött húzódott meg, onnan nézte a fényes sokadalmat. Minden gyertyát meggyújtottak, egymás után léptek be a királyi vendégek. Szépek voltak, ragyogóak. Elszorult a király kisasszony szíve a sok pompa fényesség láttán, szánta bánta már elbizakodottságát, kevésségét, amely erre a sanyarú sorsa juttatta. A szolgák néha odavetettek neki egyet-mást az incsiklandozó falatokból, azokat két kis csuprába rakosgatta, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a terembe a királyfi. Sejem, bársony volt a ruhája, aranylánc csillogott a mellén. Nyomban észrevette a szépséges teremtést az ajtósarokban. Megragadta a kezét, hogy táncba vigye, de a király kisasszony ijetten húzódozott. Akkor látta csak, hogy a királyfi nem más, mint Rigó Csőr királyfi, aki csúfosan kikosarazott. De hiába szabódott, a királyfi bevitte a terembe. Abban a pillanatban kiesett zsebéből a két edényke, kiömlött a leves,
Széthullott az ételmaradék. Hangos hahotára fakadtak a vendégek, gúnyolták a szegény királyleányt, az pedig szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenletében. Kiszökött az ajtón, le akart szaladni, de a lépcsőn valaki utolérte, és visszavitte a terembe. A király kisasszony felnézett. Rigó Csőr királyfi állt előtte megint. Megszólalt a királyfi kedvesen, meleg hangon. Ne félj tőlem! Én voltam az urad, a koldus, akivel együtt laktál a viskóban. A huszár is én voltam, aki az edényeidet összetörte. Meg akartalak leckésztetni. Megbűnhődtél kevésségedért, azért, mert kigúnyoltál engem. Keserves sírásra fakadt a király kisasszony, azt mondta, nagyon megbántottalak, nem érdemlem, hogy a feleséged legyek. Ne sírj, vigasztalta a királyfi. Vége a nyomorúságnak! Üljük meg most igazi lakodalmunkat! A komornák pompás ruhákba öltöztették a király kisasszonyt. Megérkezett a palotába a leányapja is, egész udvarával, és sok szerencsét, boldogságot kívántak az ifjú párnak. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Magam is szívesen lettem volna vendég veletek együtt, Rigó Csőr királyfi lakodalmán.